Szeretettel köszönöm mindenkit. Én pár dolgot szeretnék mondani a múlttal kapcsolatban, hogy hogy is jutottunk el idáig, bár nincs könnyű dolga mindig, aki minél később megtanulta az elmúlt években, minél később kerülünk sorra, annál nehezebb válaszolni, mert ez elfogy, de még van utána is felszólaló, de megfelelő tapasztalattal rendelkezik, nem féltem őt. Az én szerepem viszont elsősorban az, hogy arról mondjak pár szót, hogy, és talán emlékeztetnék is az itt jelenlévő barátaimat, kollégákat és a média képviselőit arra, hogy azért ez a folyamat elég régen elkezdődött. Hogyha nagyon visszamennék, akkor azt mondanám, hogy 1989-ben, amikor újra alakultak a zsidó sportegyesületek szerte Európában, amikor lemondott a hasfüggvény. De hogyha a közeledi múltba tekintenék vissza, akkor azt mondanám, hogy 2010-ben, amikor elkezdtünk erről úgy igazán beszélni, és nagyon sokszor jöttünk ki leszekedt fejjel, csalódottan egy-egy megbeszélésről, hogy hát igen, ez csak ilyen álomként van a fejekben még, de hát lásd, itt vagyunk, és most már ez nem álom, hanem valóság is elindult, most már azt mondhatjuk, hogy az első napon vagyunk, és remélhetőleg, hanem a megnyitó ünnepség, ez már hivatalosan is elindítja az eseményeket. Néhány számot hadd mondjak, hogyha mielőtt elindul ez a prezentáció, és elkezdjük felsorolni a jelenlegi helyzetet a magyar csapattal kapcsolatban, elsősorban az én reszortom, hogy erről mondjak pár érdekességet, és természetesen utána várom az ezzel kapcsolatos kérdéseket is, de ami a közeli múltban történt az az, hogy 2010 után, 2013-ban, 2015-ben és 2017-ben is olyan eredményes magyar delegációk utaztak az Európa játékokra vagy a világjátékokra, amik megfelelő presztízzsel bírtak minden szempontból. Furcsán fog hangozni, de a zsidó közösség és a Makkabi játékok alapvető koncepciója Max Mordantól az az volt, hogy azért mi nem csak, és én ezt nyugodtan mondhatom, görbehátú, nagyon kopasz fickók vagyunk, és hasonló jelzőkkel megáldott lányok, hanem olyan sportolók, akik kiváló eredményeket értek el, és megfelelő módon tudnak szerepelni ezeken az eseményeken. És valóban a magyar sportolók, ugyanúgy, mint a többi ország, megfelelőképpen vagy még annál sokkal jobban felvették a versenyt, és kiváló eredményeket értek el ezeken a játékokon. 15-20 fölötti éremmel jöttünk haza minden egyes eseményről. Miáltalán lehetünk büszkék arra, hogy akármilyen játékokon elindultunk, mindig számoltak velünk az ellenfelek. Éppen legutóbb is, még pár héttel ezelőtt is nemzetközi eseményen nyertünk aranyérmet, de már jó volt látni, hogy amikor megérkezett a magyar csapatban, elkezdtek sugdolódni a hátuk mögött, hogy úristen, ezek mekkorák és milyen erősek és milyen jól néznek ki. Remélem, hogy ez így lesz most az elkövetkező napokban is. A prezentációval kapcsolatban néhány gondolatot mondanék. Remélem elég jó. Tehát 200 sportolóval indultunk el a játékokon, most már úgy néz ki, hogy ez a végső szám, sérülések, cserék után. Annyit erről a számról, hogy eddig a legnagyobb magyar delegáció az a 100 főt érte el, azért ez a duplája, vagy a dupláját is meghaladó magyar delegáció, egyébként a teljes delegáció létszám az a közel 250 fő edzőkkel, orvossal és a stábbal, akik kiszolgálják a sportolókat. 16 sportágban indulnak a magyarok, ami azt jelenti, hogy szinte minden sportágban képviselhetjük magunkat. Azt gondolom, hogy ez is külön siker. Láthatóak a számok, 72 Masters kategóriában induló versenyzők van 55 júniusban, ami egy kiemelkedő szám, és 81 az Open kategóriában induló. Hozzáteszem egyébként, hogy a 81-es szám az félig az csak, mert nagyon sok junior korú versenyző van, aki Open kategóriában indul, tehát a juniorok száma az még nagyobb, ami mindig egy kihívás és mindig cél is, hogy a fiatal versenyzők minden nagyobb számban legyenek jelen. 177 férfi, 31 hölgy, még azon dolgozunk, hogy minél több hölgy versenyző legyen.
négy futszál csapatunk, két kosárlabda csapatunk és két vízilabda csapatunk indul csapatszinten az eseményen. 13 éves a legfiatalabb versenyzőnk és 81 éves a legidősebb versenyzőnk. Hozzáteszem, hogy most nem olyan rég felhívott egy korábbi versenyzőnk, egy bridge játékos, aki 90 év fölötti és teljesen ki volt borulva, hogy indulnia kellett volna, mert akkor ő lett volna a legöregebb magyar versenyzőben, talán a játékokon is az egyik legöregebb. De hát nyilván most nem indult bele, nem tudunk számolni. Amit én még a számok után szeretnék röviden elmondani, az az, hogy készülnek a versenyzőink, az edzések elindultak, ma is már edzenek a versenyzőink. Holnap már versenyezni fogunk. Futszál csapatunk Izrael ellen fog játszani, ami ismer az izraeli futszált, nem lesz egy könnyű mérkőzés, remélhetőleg azért jó eredményt fogunk elérni, a teniszezők is elkezdik, sakkozóink is elkezdik a versenyt már holnap, és kosárlabda a csapat az Egyesült Államokkal egy ilyen könnyű bemelegítő meccsel kezdi a játékokat. És végezetül szeretném is két versenyzőnket bemutatni, Lengyel Annát és Lőri Andrást, mind a ketten részt vettek már korábban Makabi játékokon, nagy tapasztalattal bíró sportolóink, nyugodtan tegyetek majd fel nekik kérdéseket is, akár a mostani felkészüléssel, akár a korábbi események kapcsán. Ugye 2017-ben a Makabi világjátékokon már eredményesen szerepeltek, és bízunk benne, hogy most a játékokon is, a megnyitó ünnepség után elkezdődő versenyeken is eredményesen fognak szerepelni. Itt is várunk kérdéseket, hogyha vannak az elmondottakkal kapcsolatban, vagy akár más kérdéssel, felvetéssel kapcsolatban, amire nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmet!